Sziasztok, sziasztok! Remélem Gál Balázs is itt a CES 2018 kiáltáson vagyunk, ahol itt van a kezemben az Allure Portable a Harman Kardontól. Most éppen beszél is velem, mert bekapcsoltam. Ez egy kis hangszóró, amiben egy Amazon Alexa van beépítve, mint segítség, amit már ismerünk igazából nagyban is, akkor még árammal csak kábele lehetett itt üzemeltetni. Itt látjuk, hogy hátul mindig be kell dugvanni a kábelt. Ennél van egy kis docking station, amire rá tudjuk állítani, és akkor tölt, és hogyha leveszünk róla, akár 10 órán át lehet majd úgy használni, hogy beszélünk vele, vagy persze zenét hallgatunk itt az Alexával. Ha tetét megnézzük, van rajta 2 mikrofon, ki is lehet kapcsolni a mikrofonokat, persze van hangerőszabályozónk, Bluetooth gombunk, hogyha nem Wi-Fi-n át akarunk persze zenét hallgatni, vagy más csinálni, és itt, hogyha megnyomjuk a gombot, akkor hallgatnánk az Alexa, akkor is, hogyha nem mondjuk azt, hogy Alexa. Közben látjátok, hogy kis lerek itt forognak és pislognak, mert most próbál bejelentkezni a Wi-Fi-be. Elől nagyon szép műanyag házunk van, ami nagyon hát kellemes tapintású. Alul itt csak a dockhoz a kis fém rész van, és a hátulján van a micro USB csatlakozó. Kis ledekkel, hogy tudjuk, hogy mennyire van feltöltve, mert 10 órát bírja, és különben 2x1,75 inches hangszórók vannak benne, és 2 passzív hangszóró is persze, hogy tudjon jó basszust majd generálni az új Allure Portable, amit csak feketében árulnak, ugyanúgy, mint a nagyobb verziót is, és $199 lesz az ára, tehát $50 olcsóbb, mint a nagyobb verzió, ahhoz képest szerintem meg nem drága, mert még olcsóbb is, hogyha belegondoltam, de egy JBL Link 20, aminek szerintem hasonló teljesítménye van, de Google Assistant-es ugyanígy a Harman márka alatt. Közben néztetek, nevem Gábor Lázs, ez volt itt a új Harman Kardon Allure Portable. Reméltem Magyarországon is meg fog jelenni, de nem biztos, mert Alexa meg Google Assistant-ek annyira még Magyarországon nem populárisak. Legközelebbig ne felejtsetek feliratkozni, és sziasztok!